Ezzel a kerékkel indította be újra 50 éve már múzeumként működő, több száz éves vízimalmát Pete Loosemore. A délnyugat-angliai Sturminster Newtonban több mint 1000 éve létesítették az első malmot. A mostani építményben a járvány miatt kellett újra kezdeni a termelést. A helyi boltok tulajai mind tőlünk kértek lisztet, mert nem tudtak máshonnan szerezni. Azt hiszem, érzek egy kis büszkeséget. Örülök neki, hogy én vagyok az egyike azoknak, akik miatt még működik ez a régi malom, mesélte Loosemore, akit még a nagyszülei tanítottak meg a malom üzemeltetésére. A férfi soha nem gondolta volna, hogy egyszer ismét be kell indítania a termelést. A koronavírus járvány miatt azonban akkorára nőtt a liszt iránti kereslet, hogy azt nem bírják az üzemek. A brit malomipar teljes kapacitáson pörög. Hetente 4 millió zsák lisztet állítanak elő, de még ez is kevés. A hasonló történelmi malmok, mint ez itt Dorsetben, ilyenkor nagyon jól jönnek, mondta az Euronews tudósítója. Imogen Bittner általában a múzeumban szokott önkénteskedni, de most neki is bele kellett tanulnia a Molnár mesterségbe. Itt nőttem fel, ezért jól ismerem a malmot. 300 méterrel lakom innen, úgyhogy nekem nagyon jó itt dolgozni. A Sturminster Newtoni malom az 1918-as spanyol náthajárvány idején is létfontosságú volt, és most ismét élelmiszerrel látja el a környék lakóit. Két hét alatt 1 tonna lisztet állított elő. Hamarosan pedig más történelmi malmok is bekapcsolódhatnak a lakosság ellátásába. 2 másik malomból is ide telefonáltak. Megkérdezték, hogy hogyan csináltam, mert ők is hasonlón gondolkoznak. Remélhetőleg több helyen is újraindul a termelés, magyarázta Pete Loosemore. A lisztet helyi pékségekbe szállítják, ahol kenyeret készítenek belőle. A már régóta meghaladott technológiával működő, történelmi vízimalom nélkül nem lehetne elegendő pékáru a környék üzleteiben.